Rezsnyák Péter, kivitelező építész vagyok, sziasztok! És innen a 200 éves házban jelentkezek, szeretnék nektek mutatni egy kis érdekességet. Ebbe a házba a nyilázzárókat szinte egytől egyik kicseréltük, egyetlen egy nyilázzáró maradt meg itt a régi világ tanújaként, ezt is elég rendesen fel kellett újítani, viszont ez most nagyon adja magát, hogy megmutassam nektek, hogy hogyan is néz ki egy ilyen régi, átstokos borított nyilázzáró. Ha esetleg majd valamikor ilyet kell felújítanotok, bontanotok, átalakítani, akkor, akkor már jobban látjátok, hogy miről is van itt szó. Biztos, hogy sokan láttatok ilyet, különösen aki bontott már épületeket, aki még nem, annak lehet, hogy érdekes lehet. Na hát így néz ki ez, ez a nyilázzáró. Itt le is akasztom ezt a kabátot, mert az nem kell ide. Tehát így néz ki ez a nyilázzáró, hát azt el kell, hogy mondjam, hogy ebbe jó néhány óra munka már benne van, vakargattuk róla a régi festékeket és különböző színek és rétegek kerültek elő, egyik jobban jött, a másik kevésbé, végül az égetés, a csiszolás és a, a zsíroldós lemosás volt, ami a nyerő volt. Van nekem egy olyan gyanúm, hogy ez eredetileg nem ebben az épületben volt, mert ez egy nagyon gazdag és elegáns nyílászáró. Nem tartom valószínűleg, hogy ilyen épült ide be, de elképzelhető, mert a mennyezeti gerendázat is egy, egy nívós dolog volt itt a maga kategóriájába. Tehát mindenképpen egy régi ajtó, aminek itt látjuk ezt a borítását. Itt az alsó részen azért látszik ez a hiányosság, mert itt ezt le kellett vágni, mert el volt már korhadva, és ha, ha már levágtuk, akkor egy kicsit meg is emeltük ezt a nyilázzárót, és egy új magassággal építettük be. Na most ez az, amit rendszerint szerint lehet látni, viszont ha megfordulunk, és megnézzük ezt a nyilázzárót a másik oldalról, akkor lehet látni, hogy ez szerkezetileg hogyan épül be. Tehát itt van egy deszkaborítás, amit látunk, és ami ugye az esztétikumát adja, viszont mögötte van egy ácstok itt, egy ilyen gerendatok. Ez nem az eredeti állapot, mert itt a vége, ez így kilógott, itt volt neki egy füle, és ezt mi levágtuk, megerősítettük csavarokkal, és úgy tettük már ide vissza, mert sokkal nagyobb macera lett volna összerakni, úgyhogy benne vannak ezek a fülek. Ez úgy készült, hogy a kivitelezés időszakában berakják a valba ezt az ácstokot, és utána, mikor elkészült a ház és ki is száradt, akkor az asztalos ezeket a borításokat, ezeket a helyszínen beépíti. Itt lehet látni, hogy ez már egy ilyen finomabb bás szerkezet, és ez ide be van téve, és amikor ezt a borítást ide berakták, akkor utána ide rátesznek ilyen, tulajdonképpen egy top borításnak mondják ezt is, és azt már a másik oldalon lehet megnézni, hogy az hogyan néz ki. Úgyhogy amikor ilyen ajtót felújítasz, akkor lehet egy kicsit egyszerűsíteni az életedet azzal, hogy ezeket a tokborításokat leszeded, mert ez néhány szeggel van csak föltéve, letakarítod, utána visszarakod, és akkor könnyebben tudod rendbeszedni. Vagy amikor kibontasz egy ilyet, akkor így szeded szét, hogy ne sérüljön meg a nyilázzáró. És akkor megmutatom, hogy mi hogy újítottuk föl ugye itt alul látszik, hogy ide beépítettünk egy, egy hát mondjuk az, hogy zárlécet, mert egy 5 hét és feles keresztmetszetű fát ide betettünk, ott a másik oldalon is ott van, készítettünk egy küszöböt, és ezt fogjuk egy utólag elkészített faburkolattal itt majd ellátni a helyszínen. Itt kifalazgattuk vályog téglával, téglával, habarcsal, ilyen agyaghabarcsal, és hát most, hogy a burkolat elkészült, most már azt is le fogjuk tudni majd akarni. Hát nyilván, ha kész lesz, akkor szebb lesz, de ezt csak azért mutattam meg nektek, hogy lássatok ilyet is, hogy ez a borított hagyományos fa nyílászáró.